Vigyázz a betétet, bátya! Ezt kihasználtam. Még volt azért rajt, még hagyhattam volna egy kicsit. Jó lett volna még az. Igen, a féknyereg, ki van szakadva a gumia. Úgyhogy ezt most meg kell oldani. Meg hát a tárcsát lecserélem gyorsan. Nemrég volt szerelve, hál' Isten, úgyhogy... És ki lehet szedni. Nagyon jó. Az agyat nem csiszolom fel, mert teljesen értelmetlen, semmi értelme nem rázott a fék, úgyhogy nem csiszolgatok semmit. Hol a tárcsa? Ez ilyen low budgetos mutatvány lett. Nézzük, hogy bemegy az új tárcsa, és bemegy, nagyon jó. Nagyon jó, most ott egyébként a tyúkon szélén vagyok valahol, és ugye a tyúkolban nincs lehetőség arra, hogy csiszolgassunk, úgyhogy tökéletes lesz ez így is. Oda néz, újszerű. Finoman kell csak meghúzni. Na nézzük a betétek, hogy hogy megynek bele. Le kell tépni a doboz alját, nem a tetejét. Hogy ez a teteje? Lehet az a teteje. Oda néz, a te, cerámik. Cerámik betét, így belemegy. Ezt se kell csiszolni. Most tökéletesen könnyen mozognak a betétek. Na ezt kell most itt megoldani. Ez most kap egy kis zsírkát. Be van szorulva a fék. Dugattyú. Úgyhogy most az jön, hogy... Darab vas, vagy valami. Aztán jól szét kell baszni az autót. Jön ki ilyen. Az mindjárt kipukkan. Kicsit arrébb kell. A rálcánkat. Na, megvan a dugattyú, kihúztam. Fröcsögni fog egy kicsit az oil. Ó, igen, nagyon jó. Imádom, tehát ennél jobb nincs egyébként. Ennél jobb cucc nincs. Hú, ez van. Fékpedál le van nyomva. És ugye, azért van lenyomva, hogy a fékolaj ne távozzon el. Itt van egy kis szorulás nyomunk, látjátok? Ezt így kézzel, mert recés a kesztyű, így le lehet szedni. Nem kell csiszolóvászon, hanem csak egy rongyő, ugye, hogy ne basszuk össze a féknyereg tartókáját, meg a féknyereget se. És akkor kivesszük a gumit. Megvan a gumink. Nagyon jó. Gyönyörű szép a horony, szinte új a horony, úgyhogy nem kell nagyon beavatkozni itt. Most. És akkor nézzük. Kell egy új gumiharang. Meg kell egy karmantyú. Itt a karmantyust most hívhatnánk, hogy jöjjön segíteni. Itt valami nem jó. Figyeld csak itt. Itt, ja. Ez a maximum, aha, lent van teljesen jó. És akkor most jön a technika, figyelj a technikát. Felhelyezzük a gumiharangot. Kicsit megolajozhatjuk. Hoppáré. Itt valamit megint elrontottam. Nem értek hozzá, basszátok meg. Csak csinálom, emberek. És ez belemehet, így is belemehet, úgy is. Nagyon jó. Fél technikát, így berakjuk a gumit. Így a peremet behelyezzük. Figyeled a technikát, figyeld. Be van
nyomkodva a gumi, esetleg kicsit meg van forgatva, és akkor még ott nincs benne, nézd meg, ott még nincs benne, de már bent van, és így be tudom tolni, látod? Oda néz. Kihúzom a gumit, így, kihúzom teljesen, megnézem, hogy mindenhol megfelelően takar-e, nincs-e becsípődve, és úgy látom, hogy jelen esetben nincs becsípődve. Úgyhogy most nincs más dolgom, mint betolni ezt a dugattyút, csak ugye nem mindegy, hogy megy be. Használom ezt a jó kis papagájfogómat. És forgatva egy kicsit, de szépen benyomtam a munkahengert. Nagyon jó. Oda néz, és bent van, látod? Csak most tele van levegővel, úgyhogy a levegőt, ez azt jelenti, hogy jól zár a helyzetünk, és most kiengedem a levegőt, és benyomom, figyelted ezt a szervizt, bátya? Ez nagyon komoly szerviz. Na, és kicseréltem közben a betét megvezetőket is, mert nézzétek csak meg, milyen extrával rendelkezik. Van benne egy rugó, ami visszahúzza a betétet, nézd csak. Itt van. És ez visszahúzza a betétet, figyeled? Nagyon komoly bátya. Nagyon komoly. És akkor most jön az, hogy visszahelyezzük a féknyerget a helyére. Meg van minden zsírozva, a csúszkák, meg minden, ami kell. Ha a régi anyát fogom használni, vagy a csavarokat, nem anyát. És a régi csavarral fogom rögzíteni a fékemet. Kell a csúszka, nagyon jó. Megvan a csúszka. Az is meg van zsírozva. Minden meg van zsírozva. És akkor most jön a meghúzás. Na jó. Egy meghúzva. A másikat már csak veljás kulcssal tudom meghúzni, mert sajnos nem fér el a racsnis veljás. Ezt meg van húzva. Körülbelül hát ilyen 15 newtonra körülbelül. Annyira elég. Kis 8-as csavar. És jött fel az elektronikai elektromos csatlakozónak a cable-e. Fönn van. Nagyon jó, nem csattant, mert már szét van baszva. És akkor nézzük a féknyergünket, gyönyörű szép a tárcsánk is. Beautiful. Hát kimaradt az a rész, hogy üzembe helyeztem, mert jött egy spanom, aztán vele elégtelenítettük, meg hát kihagytam a karmantyút, úgyhogy very nice, ügyes voltam. Úgyhogy kétszer kellett szerelnem a nyerget. Very fucking nice. Jó szoros a központi gyűrűm. De hagyom így. Nekem tökéletes. Very fucking nice. Everything is so beautiful. Felújító készlet darabjai megvannak. Nagyon jó. Kis papíren. Kis kulcs, kis porvédő. Kis fogó. Még egy kulcs. És a piszkák. Nagyon jó. Megvan minden. Very nice. Itt volt a bátyja. Húha.
Valami, something broken lesz. Óha. Mi anyag az alakul, figyelj. Nagyon jó. Óha. Szét van gyalulva. Olyha. Érdekes, érdekes, egy ilyen, az nem ártana szerintem. Most szólok a tulajnak, hogy látja, cseréld már ki. Azt kurva. Be van gyagyulva. 15-össel ellent fogunk. Sávár húzóval megmozgatjuk féknyereg alulra. Úgy így kibukik a zajja. Igen, és utána jön a teteje. Lefele. Új. Nem kell sajnálni, mert minden úgy lesz. Nagyon jó. Tökéletes. Fékbetét. Ó, igen. Majdnem jó. Mert a vásbe. Belső betét szintén ugyanolyan, mint a másik oldalon volt. Ó, figyeld ott a szegecs. Vagy mi az? Most megfogjuk így, kifordítjuk a tárcsát. Nagyon jó. Igen, itt már látszik, hogy beleért a szegecs. Nagyon jó. Megy ez, mint az ágyba szarás, gyönyörű féklemezünk van. Alig használt, 300 millió kilométeres verzió. Gumik jók. Ez a gumi is jó. Kap zsírt. Chain Protect from Ina. Legkomolyabb zsírok. És mehet be a helyére. Tökéletes. Ó, nagyon jó. Mindenhol jutott a zsírból. Nézzük a féknyereg állapotát. Úgy nézem, hogy a gumi sértetlen, hibátlan. Vissza lehet nyomni. Mondjuk, hát igen, az most... nem tudom, hogy fog történni. Minden szerszámot lehet használni egy másfajta metódusra. Azt kurva, van ám állva. Mi történt itt? Mi történt itt? Nézzünk be a gumi mögé. Jónak tűnik, kicsit száraz. Maximum akkor nyomunk bele egy kis fékolajat. Mert hát ugye a fék folyadék az jót tesz neki. Ruganyossá teszi a dolgokat. Kap egy kis fake oilt. Little fake folyadék. Körbe, tökéletes. Nagyon jó. Húha. Húha élet már. Sajnos nem marad meg egy helyben, úgyhogy kénytelen vagyok kirögzíteni. Szépen lassan visszanyom. Jó? Very fucking nice.
Hoppá. Elhajlott a helyzet. Kurva legyek már. Hogy itt elhajlott. Figyelmesen kell berakni, mert simán el lehet rakni rossz pozícióba, és onnantól kezdve csikorogni fog.